Új szociális szolgáltatást indít a szekszárdi önkormányzat. Néhány napon belül már nem csak az idősek ellátását oldják meg, hanem a városban élő fogyatékos személyekét is. Ezt pénteki hétértékelő sajtótájékoztatóján jelentette be Ács Rezső, a város polgármestere. Erre azért van szükség, hogyha bármilyen okból kifolyólag a család nem tudja ellátni a családban élő fogyatékos esetleg, akkor az önkormányzatnak kötelessége lesz átvenni ezt a segítségnyújtást, és ahhoz, hogy tudjunk hatékonyan segíteni és működni, ahhoz fel kell menni a városban élő segítséggel élőket első körben. A fogyatékkal élők hozzátartozója fogyatékkalélők@szekszard.hu e-mail címen, vagy pedig a 74-es körzet 311-630-as telefonszámon tudnak jelentkezni. Az idősek ellátását célzó önkéntes programra is várnak még jelentkezőket az önkormányzatnál. Ők az önkéntes@szekszard.hu e-mail címen regisztrálhatnak. Ehhez a kezdeményezéshez már 40-en csatlakoztak önkéntesnek. Ők bevásárolnak, vagy például gyógyszert váltanak ki a 65 éven felettieknek. Az önkormányzat pedig újabb jelentkezőket vár. Szeretnénk az önkénteseket még kicsit jobban bevonni az ételek kiszállításába, hiszen az idősek számára összesen 227 darab ételt szállítunk már ki most is. Egyre inkább szükség lesz autókra, illetve emberekre, akik ebben a kiszállításban tudnak segíteni. Úgyhogy olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, megköszönve az eddigi munkát is, akik autóval rendelkeznek, tudnak segíteni az ételek kiszállításában. Az időseknek szóló mindennapi ételkiszállítás mellett a városban élő bölcsödés, óvodás és iskoláskorú gyerekek szülei is kérhetnek az önkormányzattól hétköznapokon ebédet. Ez a kezdeményezés is sikeres, hiszen így naponta már több mint 450 adag étel készül Szekszárdon. Ács Rezső a közterületi árusító helyekkel kapcsolatos első tapasztalatokról is beszélt. Azt mondja, eddig 28 eladónak adtak ki területfoglalási engedélyt, és még bőven tudnak ilyen lehetőséget biztosítani. A város különböző részein kijelölt egyéni árusítóhelyekkel az volt a polgármester célja, hogy minél kevesebb lehetőségük legyen az embereknek csoportosulni, ezzel is lassítva a vírus terjedését. A közterületek fertőtlenítése is elindult a héten. Kézi és gépi erővel is dolgoznak az önkormányzat munkatársai azon, hogy így lassítsák a járványt. A szerdától hatályba lépett ingyenes parkolással pedig a szekszárdiak és a város környékén élők munkavégzését és ügyintézését tette könnyebbé az önkormányzat. Az ingyenes parkolás június 30-áig lesz érvényben Szekszárdon. Ács Rezső ezek mellett arról is beszélt, hogy az Éljen Szekszárd frakció elnöke Bomba Gábor azzal kereste meg, hogy egy cég 25 ezer liter magas töménységű alkoholt adna neki, amiből készfertőtlenítőt készíthetne a város. Ács Rezső ezzel kapcsolatban azt mondta, köszöni szépen a felajánlást, de egyelőre még a gyártással és az alkohol eredetével kapcsolatban is több fontos tényt tisztázni akar. Én kérdéseket intéztem a felajánlóhoz, az ÉSZ frakcióvezetőjéhez. Arra lettem volna kíváncsi, hogy a gyártás során minden szükséges előírás be tudnak-e tartani, hiszen nagyon tűzveszélyes, robbanás veszélyes anyagról van szó, illetve a végtermék a szükséges engedélyekkel rendelkezik-e. A válasz viszont ezekre a kérdésekre még nem érkezett meg, ezt mondta Ács Rezső.